Dabas Diego, KC Törökszent Miklós, 24-23. Megmondom őszintén, 3 éve kísérem a csapatot a kézlabda mérkőzésekre, idegenbe és hazai mérkőzésekre is, de ilyen ideges még nem voltam. Szilágyi Zoltán, a csapat edzőjét kérdezem, hogyan érezte magát ma? Nagyon rosszul, hogy így mondjam, most viszont meg már nagyon jól. Ilyen az edzők sorsa, ilyen a kézilabda, sokan ezért szeretik a kézilabdát, ennyire fordulatos. Hát, hogyha most megnézzük a végjátékot, ugye, hogy hányszor cseréltünk helyet, akár itt a vezetés szempontjából két góllal vezettünk mi, akkor átvették a vezetést a törökszentmiklósiak, akkor a végjátékban éppen, hogy csak az utolsó pillanatokban sikerült átvennünk nekünk a vezetést, és a végén pedig szerencsénk van. Tehát ilyen mérkőzésen azt kell mondjam, hogy annyira küzdelmes, annyira nagy harc volt végig, annyira kiélezett küzdelem volt az utolsó pillanatig, hogy ekkor azt kell mondani, természetesen az ember gratulál a saját csapatának, illetve nagyon örül a 2 pontnak, de tudomásuk kell vennünk, azért a szerencse is mellettünk állt. Most volt olyan pillanat, akár a törökszentmiklós ellen is idegenben, amikor éppen nem nálunk volt, illetve nem mi voltunk szerencsésebbek, most szerencsére ez nem így alakult. Én nagyon örülök ennek a 2 pontnak, nagyon fontos győzelmet arattunk, de természetesen ez még nem jelent semmit, tehát nagyon hosszú még a bajnokság. Következő héten megyünk Balassagyarmatra, ami ugyanúgy ilyen hasonló mérkőzésre számítok. Minden évben 1-2 góllal sikerül ott győzni, most meg aztán kifejezetten jól is állnak a tabellán, sokat erősített a Balassagyarmat, és ugyanilyen hatalmas küzdelemre számítok ott is. Hogyha nézzük a két fél időt külön-külön, az első fél időben viszonylag gyorsan 4 góllal elhúzott a törökszentmiklós, és nem igazán tudtuk tartani velük a lépést. Ez a 4 gól ez folyamatosan megvolt az egész első fél időben. Mi volt velünk az első fél időben? Nem igazán jöttek be a játékaink. Tehát a törökszentmiklós azt gondolom nagyon felkészült belőlünk. Ott ősszel talán az idény egyik legjobb játékával sikerült győznünk. Maga biztos győzelmet arattunk ott törökszentmiklóson, ami nem kis teljesítmény, és ebből természetesen tanult a ellenfelünk, és ahogy látom, nagyon alaposan felkészültek minden egyes momentumra, amire fel lehet készülni, és ezzel voltak problémáink, nem nagyon találtuk a törökszentmiklós védekezésének az ellenszerét, illetve a hibáinkból, kihagyott zicsereinkből, kihagyott heteseinkből, aztán saját maguk javára fordították ugye ezt a mérkőzés menetét, illetve sikerült ellépnünk 4 góllal. Próbáltunk mindig fölzárkózni, visszajönni, de nagyon jól játszott a törökszentmiklós vezetett az első fél időben. Végig azt gondolom, mind a két csapat 60 percig kiválóan védekezett, mind a két kapuban kiváló teljesítmény volt, és mondom itt a második fél időben talán az, hogy mi is tudtunk már indításból, lerohanásból gólokat lőni, illetve a végjátékban Nagy Tamás, hál' Istennek belőtte a 7 métereseket, amik nagyon fontosak voltak, és ezért tudtuk a saját felünkre fordítani a végén a mérkőzést, illetve a szerencsénk is volt. És azt is hozzá kell tennem, hogy ez az egész mérkőzés, ez a nagy küzdelem, ami volt, ez végig a törökszentmiklósnak kedvezett, tehát ránk tudták erőltetni az akaratukat, tehát a törökszentmiklós nagyon sok egy-az-egy ellen, nagyon sok test-test elleni küzdelem árán lövi a góljait, és ebben ők jobbak, és mi meg nem tudtuk játszani a játékainkat, ezért volt az, hogy talán esélyesebbek is voltak 50 percen keresztül a győzelemre, 45 percen keresztül, de szerencsénk volt a végjátékban, és ezért nagyon örülök a 2 pontnak. Említette a 7 métereseket, ugyan nem számoltam meg, de szerintem 6-7 méteres kihagytunk. Annyit talán nem, de mindenféleképpen sok egy ilyen rangadón, főleg úgy, ha jól tudom, hogy ők nem is hagytak ki 7 méteres, talán egyet, vagy nem, de 1-7 méteres fölélődtek. Ezek ilyen kiélezett szituációkban sorsdöntők lehetnek. És hát ugye ilyenkor nagyon hiányzik nekünk Elek Gábor, aki most ugye kek mérkőzést játszik itthon a Fradi pályán, az Vennyigorod ellen, mert ő azért rutinos játékos, és ilyenkor azért mindig bebizonyította már, hogy mindig nagyon biztosan tudja lőni a 7 métereseket, és amikor bizonytanak a játékosaim, akkor mindig ő jön és belőli a 7 métereseket. Most pedig a Nagy Tamásnak a 7 méteres övetés az teljesen lutri volt, nem lőtt még tét meccsen nálunk 7 méterest, de szerencsére belőtt őket, hát ez is mondom, hogy szerencsénk is volt.
Egy vesztes mérkőzés után vagyunk, ugye Cegléden kikaptunk 3 góllal. Hogyan sikerült a csapatot a mai mérkőzésre kiállítani? Nem búslakodtunk sokáig, tehát azért ez benne van, hogy Cegléden kikapunk, főleg 3 góllal. Itt a mutatott játék alapján azt gondolom, hogy még elégedettek is lehetünk azzal a 3 góllal, természetesen pedig nyerni mentünk. Azt beszéltük meg, hogy ugyanúgy játszok továbbra is a mi játékainkat, semmi kilengés, és itt a hazai pályán nekünk mindenféleképpen, ha tudik, ha szakad, ha nem is szép játékkal, mint hogy nem is volt szép játék, mert aztán a támadó játékunkban nem nagyon tudok kiemelni senkit, a védekezésünket, illetve a Duleba Norbert kapus teljesítményét tudom kiemelni, de a védekezésben meg mindenki 100%-ot nyújtott, és próbáltunk felkészülni, tehát tudtuk jól, arra próbáltuk késztetni a Törökszem Miklós, hogy kézilabdázni tudjunk mi, tehát hogy a játékainkat tudjuk játszani, de mint mondtam, a Törökszem Miklós jól felkészült belőlünk, és ez nem működött egész 60 percen keresztül, ezért volt szerintem ennyire, ezért akadozott ennyire a játékunk. A szurkolók véleménye szerint a mérkőzés közben volt egy-két vitatott bírói ítélkezés, amelynek hangot is adtak a mérkőzés közepén. Játékosokat mennyire érintette ez? Nem hiszem, hogy ez mindig velejárója a játéknak. Természetesen biztos vannak olyan ítéletek, amiket a Törökszem Miklós sérelmez, illetve lehet, hogy igazuk is van. Azt gondolom, én is tudnék mondani olyan ítéleteket, amiben nekem van igazam. Én itt most így kicsit lenyugodván, higgadtan, persze a 2 pont tudatában azt tudom mondani, hogy szerintem ha voltak is tévedések, 50-50%-ban voltak. Én is, amikor azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt ott egy szerencsétlen körülmények között kikaptunk 1 góllal, nekem is az volt a véleményem, hogy bizony egy-két játékvezetői ítélet nem nekünk kedvezett. Ezzel sajnos együtt kell élni. Ilyenkor könnyebb erről beszélni, ilyenkor könnyebb azt mondani, hogy együtt kell vele élni, főleg akkor, amikor az ember ugye 2 pontot vihet haza, illetve 2 pontot szerzett. Másik oldalon most természetesen tudom jól, hogy nem jó lenni, és bizony nagyon bosszantóak lehetnek. Azok az olyan ítéletek, amiket ők sérelmeznek, de most itt konkrétan nem tudok egyik oldalról sem olyat itt most tendenciósan fölmutatni, hogy ez most konkrétan befolyásolta volna a mérkőzés végkimenetelét. Kétszer kerültünk 2 ember hátrányba, és mind a 2-szer gólt lőttünk. Igen, azt gondolom, ott nagyon veszélyes volt ott a 2-vel vezetett a Törökszem Miklós, és volt hátra 2 perc az első fél időben, és 2 ember előnybe kerültek. Lehet arról beszélni, hogy most jogos, nem jogos 2 percet kaptunk, de 2 percet kaptunk, és ott nagyon fontos volt az, hogy sikerült 2 gólon tartani, tehát 2 gól sikerült 2 ember hátrányban, mi 2-t kaptunk, tehát ilyen mindenten állással jöttünk ki a 2 percből, és azt mondom, ez mérkőzés végtelen száma szempontjából döntő volt, mert itt a második fél időben azért nem mindegy az sem, hogy -2-től, -3-ról, vagy -4-ről akár annyival is bemehetünk volna, kell visszajönnünk a mérkőzésbe. Itt a 2 gólt azért pillanatok alatt le lehetett dolgozni, mint ahogy itt a végjátékban, 5 perccel a vége előtt a Törökszem Miklós még 2-vel vezetett, és úgy lőttünk mi azt, ha jól tudom, zsinórban 3 gólt, így a Törökszem Miklós egyet sem, tehát pillanatok alatt változhat a mérkőzés, mert a képe azért 4 gólról nehezebb visszajönni. Ugyan borzasztóan messze van még a bajnokságnak a vége, azonban az elmondható, hogy talán a Cegléd meg fogja nyerni ezt a bajnokságot, viszont a második, harmadik helyért 3, illetve 4 csapat küzd. Törökszem Miklós, Balassagyarmat, Békés, illetve a Dabas Légó KC, Törökszem Miklós kipipálva, jövő héten péntek este 7 órakor Balassagyarmat. Hogyan tudunk készülni a következő mérkőzésekre? Nem igazán szerencsés az a pénteki nap számunkra, azért itt a játékosok zöme dolgozik, illetve iskolába jár, hétköznapi nap sosem jó. Törökszem Miklós kipipálva, de azért nem olyan egyszerű abból a szempontból, hogy iszonyú nagyot küzdöttünk, tehát szerintem rengeteget kivett a fiúkból ez, nagyon jó lesz ez a hónapi pihenő. Hétfőn sem lesz olyannyira erőálló képességi, gyorsasági állóképességi edzés, amiket szoktunk csinálni. Itt 3 napunk lesz a hétvégén szerdai edzés, ezeken szeretnénk felkészülni, és ez is egy 3 esélyes találkozónak gondolom én, tehát egyáltalán nem esélyesként megyünk oda Balassagyarmatra. Tavaly igen, úgy mentünk, akkor is éppen hogy csak nagy kínok közepette sikerült győznünk, most pedig biztos vagyok benne, hogy
hogy az utolsó percekig ugyanilyen feszült hangulat, ugyanilyen ilyen küzdelmes mérkőzés lesz, és a végjátékban fog csak eldőlni valamelyik csapat javára, akinek nagyobb szerencséje lesz, hogy ki lesz a kettő pont. Junior csapatunk is játszott Örökszent Miklós ellen, ők hogyan szerepeltek? Na, most kikaptunk azt hiszem 7 góllal, itt egy nagyon elkeserítő első fél idő után, a második fél időben már tisztességesen is jó szellemben kézilabdáztunk, semmi probléma nincs, nagyon elégedett vagyok a eddigi teljesítményeikkel. Vannak olyan napok, amikor az ellenfélnek akár a félpályáról lő kapura, akkor is bemegy, mi meg a 4 méterről lövünk, akkor sem jön össze semmi, ez majd pont egy ilyen nap volt. Itt kettő nagyon kemény, küzdelmes mérkőzésen vagyunk túl, és amit sikerült akár szerencsésen, akár nagy küzdelem árán hoznunk, benne vannak ezek a dolgok, főleg úgy, hogy gyerekekről van szó, felnőtt csapatoknál is előfordul az ilyen. Nagyon remélem, hogy a következő héten Balassa gyarmaton már ki fogjuk javítani ezt a hibát, és győzni fogunk. Nagy Tomás köszöntöm a MOK Televízió kamerái előtt. Nyert a Dobos Diego KC a Törökszent Miklós ellen. Hát igen, a legfontosabb úgy gondolom, hogy a két pontnak a beszerzése. Kicsit nehezen indult a mérkőzés, mind támadásban, mind védekezésben elég darabosan mozogtunk. Kicsit úgy éreztem, benn maradtunk az öltözőbe, de úgy gondolom, hogy a végére kellően felpörögtünk, és igazából az a két pont, amiért jöttünk majd a sportcsarnokba, azt úgy gondolom, hogy ezt sikeresen behúztuk. Két különböző félidőt láthatunk. Az első félidőben futottunk az eredmény után, 4 góllal elment a Törökszent Miklós. A második félidő elején viszont korán egyenlítettünk, és fej-fej mellett haladta a két együttes. Mi volt a szünetben? Hát a szünetben egy nagyon-nagyon lájtos kis eligazítás volt, hogy fontos az, hogy felpörögjünk, mert ezen a hőfokon, amin voltunk, azon nem lehet úgy meccset nyerni, és úgy érzem, hogy ahogy feljöttünk, ahogy visszajöttünk a meccsbe, úgy sikerült ezt az irányítást is átvenni, és végül ugye ezt a két pontot, ezt a győzelmet megszerezni. Körülbelül egy hónapja csatlakoztál a csapathoz, hogy érzed magad? Nagyon jól érzem magam, köszönöm, igazából néhány srác volt, akit nem ismertem, többnyire már ugye a régebb óta ismerem a srácokat, úgyhogy beilleszkedéssel nem volt baj. Jól érzem magam, a Szacsa is le a kalappal, jó edzéseket tart, úgyhogy teljes mértékben elégedett vagyok az egész környezettel, meg mindennel. MOK Televízió. Önökért vagyunk.